Tóth Zoltán, választási és közigazgatási szakértő, aki a szabad, tisztességes és átlátható választásokért dolgozik. Tóth Zoltán vagyok. A gyökereim a Dunántúlra, illetőleg az Alföldre nyúlnak vissza nagyszüleim révén. Egy olyan budapesti életpályát kezdtem, ahol a WC 100 kőkockányira volt a lakásunktól, ami egy szobakonyra volt. Minden lépcsőfokát megjártam a tanulásnak, általános iskola, középiskola, egyetem, és sikerült a társadalmi ranglétrán is följebb vinni. Egyszerű, a legalacsonyabb hivatalnoki beosztásba kezdtem, minden szamár lépcsőfokot megjártam, voltam államtitkár is, ma pedig részint önkéntes vagyok, részint szakács. Édesapám édesapja a Viharsarokban kubikus volt. 1918-ban kényszerűségből, amikor hazakerült a frontra, utána besorozták a Vörös Hadseregbe, és innét kezdve napszámosként, kubikusként élte az életét. Tőle örököltem a munkabírásomat. Másik nagyapám a Dunántúlon, sváb családból származik, ő kisiparos volt, szabómester, aki látástól vakulásig a tűvel dolgozott, hogy a négy lány gyermekének lehessen hozománya. A szüleim, édesapám és édesanyám 1945-ben a ostrom után kerültek a fővárosba, hiszen lakóhelyükön nem volt munka. Én 1952-ben születtem, nagyon szerény körülmények között éltünk Budapesten, a Váci utcában, a Szent Mihály templom mellett, a földszinten. Ez nagyon fontos, mert a korabeli Váci utca az szociológiailag pontosan meghatározható, hogy akik ahol laktak, milyen társadalmi pozíciót töltöttek be. Mi a hátsó udvarban laktunk, egy szobakonyhás lakásban. Már egészen fiatal gyerekkoromtól kezdve mindig nagy örömmel láttam az ELTE, akkor már így hívták, állam és jogtudományi karának az épületét, és annyira rejtelmes volt nekem az, hogy államtudományi egyetem, hogy én már a gimnázium első osztályában államtudománnyal foglalkozó ember akartam. Ehhez hozzásegített első nagy tanárom, Bíró Ibolya, aki kipréselte belőlem, hogy a szerencsétlen, alávetett sorsú kisfiú járjon ki minden előkészítő tanfolyamot, minden pótórát, szakkört, ezt meg is csináltam. Az egyetemre midőn fölvettek, több pontszámot értem el a felvételi vizsgán, mint a gimnáziumi érettségi alapján, elvittek katonának. Sokan szidják a katonaságot, én is ezek közé tartozom, de nem bánom, hogy akkor megismertem az életnek egy másik oldalát, hogy milyen az, hogy parancsolni, és milyen az, hogy parancsnak engedelmeskedni. Az egyetemen ott nagyon jó tanárom volt, Madarász Tibor, a közigazgatás szerintem legnagyobb formátum alakja a felszabadulás után Magyarországon. Itt tehát kijelölődött az életpályám tanáraim által, Bíró Ibolya és Madarász Tibor is ezt meghatározta, államigazgatással foglalkozó ember lettem. Első munkahelyem a Társadalomtudományi Intézet volt, és ebben Schmidt Péter, későbbi alkotmánybíró volt az első főnököm, és az állam fejlesztésével, illetőleg tevékenységének működtetésével foglalkoztam, a korabelnek megfelelően, hiszen egypártrendszer volt, azonban az egypártrendszer sem volt egyszínű pártrendszer. Ezt aki érti, érti, aki nem, az utána nézhet az interneten. Idáig jutottam tehát az egyetemen, és készen álltam arra, hogy a Társadalomtudományi Intézetbe szerzett tapasztalataimat az állam működéséről a gyakorlatban is megvalósíthassam. A Társadalomtudományi Intézet után, ahol elméleti felkészültséget szereztem a
nyugat-európai és a kelet-európai szocialista államok működéséről. Az első gyakorlati munkahelyem az 5. kerületi tanács volt, akkor Engelsz tér, ma Erzsébet tér, ahol lakcím nyilvántartóként kerültem alkalmazásra. És hát éppen időközi tanácstani választások voltak, és mivel hát a lakcím nyilvántartás és a választás ez mindig édes testvérek voltak, ezért azt kérték, hogy az itt éppen folyó időközi választások előkészítésében vegyek részt. Nagyon szépen mondtam, hogy azt kérték, hogy vegyek részt. Ez egy egyszerű utasítás volt. Na fiam, maga megy, és a Hazafias Népfront jelölő gyűlésén vezet jegyzőkönyvet. Na ekkor láttam először a választási csalást. Tudnélek, a jelölő gyűlésen összesen 4 voltunk, a Hazafias Népfront képviselője. Én, mint az 5. kerületi tanács egy hónapja alkalmazottja, a maga a jelölt és egy ember, akiről kiderült később, hogy a panaszt kíván tenni a lakás felújításával kapcsolatban. Ennyien voltunk, a Népfront egy órás várakozás után azt mondta, hogy akkor jelöljük-e őt. És hát hárman ott bólogattak, én aláírtam a jegyzőkönyvet, bevittem reggel a főnökömhöz, és egy perc múlva hangos ordítással érdeklődtek a nevem iránt, hogy ott vagyok-e vajon. És hát kiderült, hogy én ott vagyok, ott a jegyzőkönyv, és amiben az volt, hogy 4 voltunk jelen. És akkor megkaptam, hogy na fiam, itt 14 voltak jelen, és egy 1-es sikerült behúzni a 4-es előtt. Azt hiszem, ekkor döntöttem el, hogy én választásokkal élethivatásszerűen fogok foglalkozni, hogy ilyen ne fordulhasson elő. 1983-ig végigmentem a Szamárlétre újabb Grádicsán, bekerültem a fővárosi tanácshoz, ahol a helyi tanácsok törvényességi felügyeletével és választásokkal foglalkoztam. Innét kerültem a minisztertanács tanácsi hivatalába, ahol váratlanul a választások lett az egyik munkaköröm, a törvényelőkészítés, a másik pedig a helyi tanácsok törvényességi felügyeletének a szabályozása a korabeli úgynevezett tanácstörvény alapján. Most 1983-ban a korabeli kormányzat és a MSZNP elhatározták, hogy lényegi, radikális változásokat vezetnek be a választási törvénybe. Egyrészt kötelezővé tették a kettős jelölést, hiszen addig ugye elég volt egy jelöltre akár X-et se behúzni, hanem úgynevezett változtatás nélkül bedobni a szavazólapot. Legyen kötelező kettős jelölés. Továbbá bevezették az országos listát, amely az volt hivatva demonstrálni, hogy nem csak az MSZNP politikai bizottságának a tagjai, vagy meg a tágabb értelemben vett pártaparátus lehet képviselő, hanem bárkit meg lehet annak változtatni. És volt egy harmadik újítás is, mégpedig az, hogy fel kell gyorsítani a szavazat összesítés folyamatát. Na ebben a folyamatban én kisinasként már részt vettem, és mindenütt a nagy főnöki előszobákba ott ültem, és adminisztrálta, amit kellett. Na itt voltam először tanulja annak, hogy a választási törvény, korabeli választási törvény csúfos megváltoztatásával a politikai bizottság döntése alapján áthúzták a Hazafias Népfront által állított 35 fős országos listát, és helyette kizárólag a politikai bizottság és egy-két közismert közéleti személy került fel a listára. Ez egy óriási arculcsapása volt a demokratizálásnak. Volt egy második, hogy az országos listára hogyan lehetett szavazni. Úgy lehetett szavazni, hogy egyesével ki kellett húzni azoknak az embereknek a nevét, akivel nem értettünk egyet. Aki ért a választás technikához, az tudja, hogy ez egy súlyos visszaélés az emberi tudással, hiszen egyrészt ugye az emberek nem ismerték mind a 35 jelöltet, személy szerint, illetőleg a kihúzásról nem világosította fel a korabeli média az embereket. Az előbb említetteken kívül volt egy harmadik választási csalás, ami már teljesen konkrét, a választási adatok meghamisításával járt együtt. Ez két ágon futott. Az egyik, ez egy kisebb jelentőségű, belpolitikailag akkor fontos, 1985-ben fontos ügy volt,
ez a Pest megyei egyes számú választókerület, amíg addig hamisították a választási jegyzőkönyvet, amíg nem derült ki, hogy akkor a párt által támogatott jelölt győzött. A másik az az országos lista volt, ez viszont már nagy jelentőségű volt. A szavazatok összeszámlálása után a legtöbb szavazatot Kádár János kapta, ezeket az adatokat lefelé elcsalták, a korabeli szakszervezeti vezető által kapott szavazatokat pedig lényegesen megemelték, tehát nagyjából egy olyan 96-97%-ra hozták ki a 35 embernek a szavazatát. Na most ennek, annak ellenére, hogy ezt megtették, a választás egészére jogi értelemben nem volt túl nagy hatása, hiszen itt néhány százalékos csalásról volt szó. A csalás lényege itt a politika volt, hogy a Kádár János azonos mennyiségű szavazatot kapott azokkal, akikkel együtt húztak csizmát. Azonban volt még egy nagyon fontos elem ebben az összefüggésben, mégpedig az, hogy a politika azt bizonyította, hogy a MSZMP vezető ereje rendíthetetlen. Ugyanakkor a történelem fintora, hogy az így módon megválasztott országgyűlés lesz az, amely az összes rendszerváltó törvényt megszavazza, többek között 1989-ben az új választási törvényt, amely lehetőséget adott a magyar történelemben először a szabad, tisztességes és átlátható választások. 1989 tavaszán kezdődött az úgynevezett nemzeti kerekasztal tárgyalás, amely a különböző politikai erők között az addigra már de facto és de jure is pártok között lefolytatódott, azért, hogy sikerüljön leváltani az MSZMP korábbi egypártrendszernek a hatalmát. Ez a bizottság, amely megalakult, ennek én is a tagja voltam, a választási bizottságnak, ennek néhány tagját meg tudom említeni. A mi oldalunkon, a kormány oldalán, itt Somogyvári István volt az egyik meghatározó, Tóth András volt a másik, az ellenzéki oldalon Áder János képviselte, és Tölgyesi Péter az ellenzéket a szó szakmai értelmében. Torgyán József is egyébként sok vidám percet okozott nekünk, azonban ennek ellenére elkészült az a választási törvény, amelynek a lényege az volt, hogy garantáltan új politikai hatalom keletkezzen az országgyűlésbe, másik oldalról ne legyen olyan elnyomott politikai erő, amely jelentős számú szavazót képvisel. Ez a dihotómia, ez a kétpólusosság határozta meg a választási törvényt, garantáltan új hatalom, de minden érdemi politikai párt kerüljön a parlamentbe, ez megfelelően lett kodifikálva, a nép, a lakosság visszaigazolta, hiszen soha ennyien nem mentek el szavazni a rendszerváltástól kezdve, mint az 1990-es első szabad parlamenti választás. Az országos választási iroda vezetőjévé a korabeli miniszterelnök Németh Miklós nevezett ki, és ezt a beosztásomat meg is tarthattam, végül is Gyurcsány Ferenci, aki 2004 júliusában mentett fel ebből a beosztásból. Ez idő alatt összesen 6 országgyűlési képviselői választási forduló törvényi előkészítését és gyakorlati állami irányítását végeztem. Ehhez kapcsolódott még 4 általános önkormányzati választás, és hát azt hiszem, amire a legbüszkébb vagyok, az első Európa Parlamenti választás 2003 végén. A magyar választási rendszer nemzetközileg is sikereket aratott. Ezt a sikert annak köszönhettem, hogy egy olyan stábot sikerült összeverbúválnom a magyar közigazgatáson belül, aminek a talpazata 11 000 szavazatszámláló bizottságon alapult. 186 városi országgyűlési választókerületi székhelyen voltak a jegyzőkollégáim, 20 megyeszékhelyen dolgoztak a főjegyzők, és az országos központban általában 20-30 kollégámmal együtt dolgoztunk. Az Európai Unió, az Európa Tanács,
az amerikai választási alapítvány és minden nemzetközi szervezet a magyar választási rendszert abszolút elismerte 1990 és 2010 között, amíg ezért én felelős voltam. A gyakorlati megvalósításban igen nagy segítségünkre volt, hogy 1990-ben egy amerikai választási szakértővel, a Richard Sudriettel közösen megalapítottuk az Európai Választási Szakértők Szövetségét 6 ország részvételével. Ennek én voltam a vezetője 20 évig. A 20 év elteltével 26 tagországunk volt már, és mind az 5 kontinensről jártak a választási szakértők a konferenciánkra. Ezeknek a évi rendezvényeinknek az volt a célja egyrészt, hogy feltárjuk a választási csalásokat, azonban ez egy szakmai munka volt, nem az újságokon keresztül publikáltuk, hanem szakmai tanulmányokat írtunk a választási csalásokról. Ennek fontos eleme, hogy a világ minden országában csalnak a választásokon. A kérdés a mérték. A demokratikus országokban ez nem befolyásolja a mandátumoknak a sorsát, az antidemokratikus országokban viszont kormány döntő vagy kormány megerősítő tényezővé válhatnak ezek a dolgok. Az Európai Választási Szakértők Egyesületének a vezetőjeként szerencsém volt részt venni az Egyesült Államok elnökének a választáson, mint nemzetközi megfigyelő 3-szor. Mind a Jelcin és a Putyin választáson is kritikus hangot üthettünk meg, mint nemzetközi megfigyelők. Részt vettünk a Dél-Kelet-Ázsiai Választási Szakértők Egyesületének a létrehozásába, a Karibi Térség Választási Szakértői Egyesületének a kiképzésében. Tehát azt mondhatom, hogy a világ nagy részén a magyar választási tapasztalatokat tudtunk terjeszteni. Idehaza rendkívül fontos volt, hogy a választás nem önmagában került, mint technológia kifejlesztésre, hanem mint az országos közigazgatási számítógépes hálózatnak a motorja. Azt hiszem, erre vagyok a legbüszkébb, tehát a közvélemény erről nem sokat. A család a szakmai pályafutásomban a legfontosabb támaszték. Már említettem a tanáraimat, kitüntetett szerepük volt az életemben, de még nagyobb a családomnak. Először kezdeném a nagyapáimnál, akik még az első és a második világháborúban küzdöttek, kis emberek voltak, de éjjel-nappal dolgoztak, ők is a családjuk. Édesapám és édesanyám, akik a belvárosban egyszerű, ma úgy mondanák, hogy panelprolik voltak, én nem szégyeltem őket, ők juttattak el engem a gimnáziumba, és ők miattuk járhattam egyetemre. Nagyon fontos, és ezt külön megemlítem, a feleségem édesapja és édesanyja, ők egy komoly fordulatot hoztak az életembe, így lehettem első generációs értelmiség. A családomban konkrétan a feleségemmel kötöttük a legjobb üzletet, ami már 42 éve folyik. Ennek az volt a lényege, hogy mindig az dolgozik, aki többet keres, és ezt cserélgettük életünk folyamán. A másik nagyon lényeges dolog, hogy mi együtt kötöttünk szövetséget a gazdasági ügyekre és a családi bazik, a kapcsolatokra. Ez egy nagyon fontos dolog, feleségem nélkül, nyugodtan mondom, nem vittem volna semmire se. Gyerekeimnek nagyon hálás vagyok, akik eltűrték, hogy amíg a különböző közigazgatási szamárlétrákon másztam, addig jó sorsukként viselték az életünket. De azóta látszik, hogy ők már a második generációs értelmiségből származnak, nincsenek munkahelyi problémái, több nyelven beszélnek, és ebben a szellemben nevelik a unokáimat is. Azonban a családot én tágabb értelemben is használom, egyrészt a tanítványaimat, hiszen 16 évig oktattam az ELTE jogi karán, politológián, választási rendszerek címmel, itt a tankönyvem kétszer is kiadásra kerül, illetőleg az Európai Választási Szakértők Szövetségének az emlékkönyvében megvannak örökítve azok az akciók és projektek, amelyet az Európa és a világ más országaiban folytattunk. Számomra rendkívül fontosak tehát az emberek, ha én visszagondolok,
akkor egész életem alatt arra törekedtem, hogy a helyetteseim mindig nők voltak, és a kollégáimmal szinte baráti kapcsolatokat igyekeztem ápolni. Ezt nagyon nehéz megvalósítani, mert a hatalom jellemtorzító erejű. Én bízom benne, ennek sikerült ellenállni.